A Tatabányai Szakképzési Centrum Kulcsár István szakközépiskolájában különböző sportágakban sportágazati, illetve sportedző képzés is folyik. Ennek apropóján szeptember 22-én Tóth Tíme a 155-szörös kézilabda válogatott szakkommentátor tartott előadást az iskolában. A tanulók ágazati képzésben, illetve később szakirányú képzésben vesznek részt, és a tanulmányaik során projekteket valósítanak meg. Az éppen zajló projekt keretében meghívtuk Tóth Tímea válogatott kézilabdázót, aki meghívásunknak eleget tett, és nagy örömünkre ma előadást tart az intézménybe. A jelenleg futó projekt a Családi Sportnap, melynek célja, hogy a diákok mellett a szülőket és testvéreket is bevonják a sportéletbe. Hangsúlyozta Kuzma Norbert, a projekt fő koordinátora. A jelenleg futó projekt az a Családi Sportnap. A sportnapnak egyetlen egy feladata van, hogy a diákok mellett a szülőket és a testvéreket is bevonjuk. Ez jövő héten szombaton lesz esedékes. Ma a Tóth Tímét azért hívtuk meg, hogy egy olyan olimpikont, egy olyan sportolót köszönthessünk, aki a sport mellett mást is letett az asztalra. Tími ezer szállal kapcsolódik az iskola életéhez. Pedagógus, óvodapedagógus, tehát az itt dolgozó pedagógus képzésben is tudják alkalmazni az elhangzottakat. Meglátnak egy olyan embert, aki a sportból kiszakadt, és egy teljesen jó, teljesen más civil pályát hozott létre maga körül. Az előadáson a sport, az egészséges élet és a mozgás fontossága is előtérbe került. Emellett Tími beszámolt a diákoknak az elért eredményeiről, de arról is beszélt, hogy milyen áldozatokkal jár, ha valaki az élsportot választja. Pont ezen gondolkoztam, hogy mai fiatalok azért teljesen mások, mint a mi időnkben, és valahogy próbálom majd azért viccesen előadni neki, hogy tényleg jól érezzék magukat, de nagyon örülök a felkérésnek, nagyon örülök a meghívásnak, és örülök annak a fajta lelkesedésnek, amit már itt tapasztaltam, hogy tényleg adott esetben sportágakkal is ismerkednek, alap dolgokat is tanulnak az edzői szakmáról itt a gyerekek, itt élmény ilyen iskolában akár meghívásnak eleget tenni és beszélni nekik a mozgás fontosságáról. Azt gondolom, hogy edzői pályát is egyre többen választanak, és egyre többen fordulnak afelé, hiszen tényleg egy népszerű sportágról beszélünk, és nagyon látványos és jó sportág, és nem elengedhető, hogy ezért viszonylag jó fizetést is adnak egy-egy edzőnek, úgyhogy van ebben perspektíva hosszú távon. Tóth Tíme a 9 éves korában atletizálni kezdett, egyéni összetettben és súlylökésben az országos döntőbe jutott. Az atlétika mellett a kézilabdát is kipróbálta. 11 évesen a zalaegerszegi Kaola játékosa lett. Itt figyelt fel rá a Ferencváros edzője, Németh András, aki 1997-ben csapatához szerződtette az akkor 17 éves lányt. Innen indult pályafutása. 22 évesen bekapcsolódott a válogatottba. Gólerős játékával meghatározó tagjává vált csapatának, és 2006-ban már az EHF Kupa győztes csapatának vezéregyénisége volt. 2008-ban magyar ezüst érdemkeresztet kapott, jelenleg edzőként dolgozik, saját utánpótlás egyesülete van, ahol a fiatal nemzetéket neveli a kézilabda sport szeretetére. Emellett az Ovi Sport Alapítvány alelnöke, így kötődik az Észak-Komáromi Seje János Egyetemhez. Mi műfüves pályákat építünk az óvodában, az ország területén közel 500 pályánk van már, és az egyetemnek nagyon megtetszett a program, az egyetemnek is van saját pályája, és ők is oktatják az Ovi Sportot, és úgy képzik már a pedagógusokat, az óvodapedagógusokat, hogy tudják, hogy kell ezeket a pályákat tartani, és minél jobban, és minél színesebb mozgásfejlesztést tudjanak óvodáskortól a gyerekeknek alkalmazni. Szívügyem ez a projekt, és nagyon örülök, hogy már az egyetemek is egyre jobban figyelnek fel a programunkra, és szeretnék oktatni. Ebben élen jár a Seje János Egyetem. Az interaktív előadás során az érdeklődő tanulók bátran kérdezhettek tőle. Tíme őszinte, szívbe markoló válaszaival, vagy éppen vidám történeteivel lehengerelte a társaságot.